Az elmúlt napokban már ki is próbálhatták a gyerekek ezeket a játékokat, jövő héttől pedig elindulhat a teljes körű szolgáltatás az újonnan épült Balkányi Bóbita bölcsődében. Az önkormányzat még 2015-ben vásárolta meg a területet, egy éve később pedig a Területi és Településfejlesztési Operatív Programban adta be a pályázatot bölcsőde építésre. A településen két telephelyen régóta működik óvoda, a 2,5 évnél kisebb gyerekeket nevelő szülők számára azonban nem volt lehetőség ilyen szolgáltatásra. Balkány polgármestere kiemelte, a lakosság körében régóta igény volt a bölcsődére, de a város jövőképe szempontjából is jelentős a beruházás. Ez nem csak, hogy munkahelyeket teremt, hanem maga megőrzi a lakosság elvándorlását. A fiatalok is kedvet kapnak ahhoz, hogy letelephetessenek. Most már van bölcsödénk, van óvodánk, van iskolánk. Ez a fiatalok itt maradásának mindenképpen egyik feltétele. Mert nem csak a balkányiaknak jelent ez nagy dolgot, hanem a környékbeli településeknek is. A környékbeli is többen jelentkeztek, hogy szívesen hoznák ebbe az új bölcsödébe a gyerekeiket. Így egy Balkány végre betölti azt az igazi kistérségi, mikrotérségű szerepét, amely eddig is jellemezte. Az átadó eseményen az európai fejlesztésekért felelős államtitkár elmondta, Balkányban több mint 30 család életét könnyítheti meg a bölcsőde építése. Vitályos Eszter hangsúlyozta, az elmúlt évek bölcsőde beruházásainak köszönhetően a legkisebbek megbízható és harmonikus környezetben tölthetik el mindennapjaikat, a szülők számára pedig országszerte fontos, hogy minél hamarabb ismét munkába állhassanak. Én azt gondolom, hogy ezek óriási segítségek egy olyan kisváros számára, mint Balkány. Ahogy az ünnepi beszédben is elmondtam, a 2014-2020-as időszakban csak Balkányba több mint 2 milliárd forint Európai Uniós és hazai támogatás érkezett, amelyekből természetesen nem csak az önkormányzat volt kedvezményezett, hanem egyébként helyi vállalkozók is, vagy civil szervezetek. De azt gondolom, hogy nagyon nagy segítség olyan szempontból, hogy a magyar kormánynak az a célkitűzése, hogy valóban minden magyar ember, függetlenül attól, hogy hol él az országban, egyenlően férjen hozzá a különböző közszolgáltatásokhoz, amelyek természetesen vagy állami, vagy önkormányzati feladatok, és ezeket kívánjuk ezekkel a támogatásokkal elérni, és azt gondolom, hogy nagyon jó úton járunk. A térség országgyűlési képviselője azt emelte ki, Balkány a közelmúltban számos pályázati lehetőségével élni tudott, melyeknek köszönhetően jelenleg folyamatosak a fejlesztések a városban. Simo Miklós hozzátette, választókerületében az elmúlt 4 év sorsfordító volt, oktatási köznevelési beruházásokra ugyanis több mint 9 milliárd forint támogatást kaptak a települések. 16 iskola újult meg, elsősorban energetikai felújításokról van szó, azonban Nyírbátorban, Nyírbogáton és Geszteréden komplett iskola felújítás történt. Összesen ez a 16 iskola mintegy 5 milliárd forintba került, és ezen kívül 17 programban pedig bölcsődék épültek és óvodák újultak meg. A háromszobás Balkányi Bóbita bölcsőde 295 millió forint Európai Uniós forrással és mintegy 40 millió forintos állami hozzájárulással épülhetett meg.